picit nézzünk. Megoldódott a belterületi vízrendezés több éves problémája Köblényben és Sombereken is. A baranyai településeken egy-egy top pályázatnak köszönhetően valósultak meg a beruházások. A csapadékvízzel vezető rendszer újulhatott meg. Ehhez hasonló fejlesztések egyébként az egész megyében zajlottak az elmúlt években. Baranya szerte 51 helyszínen valósultak meg a Köblényihez és a Somberekihez hasonló csapadékvízelvezetés javítását célzó beruházások több mint 6 milliárd forintból, és nem állunk meg, hiszen a most induló fejlesztési időszakban is egy 2 milliárdos induló kerettel biztosítjuk azt, hogy ez a program ezt folytatódjon. Itt Köblényben több mint 100 millió forintból, Sombereken 150 millió forintból sikerült. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a település igényeit kiszolgáló modern és az extrém időjárásnak is sokkal inkább ellenálló csapadékvízelvezető rendszert kiépíteni. Köblény emellett más területen is fejlődött. A település egy falubusszal gazdagodott, melyet az önkormányzat több mint 15 millió forint értékben vásárolhatott meg. Ezen kívül egy járdaszakaszt is felújítottak, 100 métert is meghaladó hosszúságban. Ezek a beruházások pedig mind a Magyar Falu programnak köszönhetők. A térség országgyűlési képviselője stábunknak azt mondta, az ilyen kis települések csak nyerhetnek ezekkel a pályázatokkal. Hargitai János kiemelte, hogy a jövőben a kormány folytatja a programot. A kormány most dolgozza át a jövő évi költségvetést, az év végére nyilvánvalóan megtörténik. Ebben a beteg időszakban, amit most a világ és Magyarország is él, itt ugye a háborúra, szankciók hatására, inflációra utalok, nyilvánvalóan 23-ban nem várható olyan léptékű fejlesztés, mint amit eddig a települések megszoktak, de én már azt eredménynek tekintem, hogy a Magyar Falu programot nem kellett leállítanunk, folytatni akarjuk, és azt gondolom, hogy 24 már egy olyan év lesz, amikor európai uniós források és magyar költségvetési források is nagyságrendekkel nagyobb számban állnak majd rendelkezésre. A miniszterelnökség egyébként csak idén 14 pályázati kiírást tett közzé a Magyar Falu programban, melynek kedvezményezettjei az 5000 lélekszám alatti települések önkormányzatai, az önkormányzati társulások, az egyházközségek és a civil szervezetek voltak.